Az utókor számára szeretnék megmutatni az egykori talpasházakat. Gyermekeik, amikor építkeznek, velük együtt ott vannak a helyszínen és segítenek. Ezek a férfiak nem mérnökök, nem építészek. Mindegyiknek civil foglalkozása van. Lelkesek és saját kútfőből építik eredeti alapanyagok felhasználásával ezt a talán még egyszer skanzennek is nevezhető talpasház együttest. A Hétöles Egyesület elnöke Bakó Zoltán beszélt a projektjükről. És ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a maga az építkezési módot, a tárgyi eszközöket, a népi kultúrát próbáljuk visszahozni, a népi játékokat, a régi népi szokásokat. Amatőrök vagyunk, nincs köztünk senki hozzáértő, egyszerű hétköznapi melósok vagyunk, van köztünk autószerelő, esztergályos, tényleg bányász, vasutas. És igazából megálmodtuk ezt a falut, mert úgy voltunk vele, hogy a felső rész, a tájháznak a felső része az a 20. század első harmadát mutatja be, és egyszer végeztünk vele. És azt gondoltuk, mert unatkoztunk, hogy valami újat kellene itt megmutatnunk az ide látogató közönségnek. Ekkor jött az ötlet, mivel ők az ormánságban élnek, és itt már nincsenek ormánsági talpasházak, ezért döntöttek úgy, hogy megépítik és bemutatják ezeket. Mi rekonstruálunk régi anyagból. Nekünk nagyon fontos, hogy mi régi anyagokat használjunk fel, és ne vágjanak miattunk fákat, hanem a régi épületeket lebontva, ide áttelepítve, szóval mi rekonstruálunk házakat, és nem házakat telepítünk át, ez nem skanzen, hanem úgymond egy ilyen régi talpasház együttes. És ezek a régi talpasházak, ugye az ormánságban, ezek ormokra épültek, innen is ered a szó, az ormok, ezek kiszögelést, kisebb magaslatokat jelentenek. Ugye ide építkeztek régen, maga a házaknak a lényege, az funkciója az volt, hogy, és a lényege az, hogy elvontatható, mobil legyen minden egyes épület, a háztól kezdve a melléképületeken keresztül minden, és ezeket most mi megpróbáljuk itt egy kis falu jellegbe 10 darab házat és a hozzátartozó melléképületeket megépíteni, ami hogyha végzünk vele, akkor ez körülbelül olyan 40 épületet fog jelenteni. Az éppen zajló 9. Bőközfesztivál eredetileg ebből az udvarból indult. Itt született a Tájház udvarában. Erre pedig nagyon büszkék a Hétöles Egyesület tagjai. Terveik szerint minden egyes ház egy szakmát fog bemutatni. Szaporcán az Eperfa Tájház és Örökség udvarban megtekinthető a talpasház bemutató.